Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Árpád Halomról. Köszöntöm Árpád Halom új polgármesterét, Vágó Miklós urat. Vágó úr, úgy tudjuk, hogy Ön itt Árpád Halmon nagy területen foglalkozik mezőgazdasággal. Árulja már el nekünk, hogy miért indult az önkormányzati választáson a polgármesteri székért, hiszen azt gondolhatnánk, hogy a mezőgazdaságban is sok feladata és problémája akad. Hát köszöntöm a Kurca televízió nézőit. Hát igazából való igaz, hogy a vállalkozásom egy közel 900 hektáros gazdaság, ahol hát bizony van problémánk éppen elég. Közel 10 családnak ad a vállalkozásunk munkát, megélhetést. Hát soha eszembe se jutott, hogy polgármesteri székért induljak, de most valahogy úgy éreztem, hogy a falu elvárja, hogy induljak. Nem volt először jelentkező, aztán lett egy srác, még ő nagyon kevés szavazatot kapott. Hát annak ellenére, hogy nem nagyon tettem meg semmit annak érdekében, hogy tényleg nyerjek, hiszen összesen egy szórólapot csináltam, amit szétszórtunk a faluba, nem is érkeztem meg nem is akartam harcolni különösebben az elődömmel, ennek ellenére a falu a bizalmat mondjuk így, hogy belém helyezte, mert megnyertem a választást. Akkor ugye elmondta, hogy nem nagyon kampányolt, ezt mi is így hallottuk. Mégis mi lehetett az Ön szerint, ami miatt az Árpádhalom lakosai Önre szavaztak? Hát véleményem szerint az, hogy 1954 ősze óta élek a faluban, tehát egész gyermekkoromat itt töltöttem a családommal, közben szülők meghaltak, testvéreim szétszélettek a nagyvilágban. Hát én itt maradtam, ide nősültem, itt gazdálkodtam, itt dolgoztam a helyi termelőszövetkezetben egész, mondhatom így az egész életemet, itt dolgoztam le. Mindenki ismer, én is ismerek mindenkit. A lakosság nagyobb része szinte nem változott, sokan ugye elhaltak, elidősödött a falu. Hát fiatalok egy része eljár dolgozni. Én úgy érzem, hogy talán ez lehetett ez egyik előnyöm, hogy rám szavaztak, vagy mellettem döntöttek, hogy helyben vagyok, meg itt éltem egész életemben, megismerek mindenkit. Azon nézőinknek, akik nem hallottak még Árpádhalomról, bemutatná a községüket? Hát ez egy csodaszép kis község lenne, ha úgy minden rendben lenne, de egy nagyon szép fás község a falu közepén, egy Károlyi kastéllyal, ami ugyan elhanyagolt állapotban van. Van hozzá egy szép angol kert, ahhoz volt egy csónakázótó, ami most éppen csak mocsár az egész, de vannak olyan elképzeléseink, hogy ilyen turisztikai pályázattal próbálnánk mindent rendbehozni, és ez egy kerek egészet alkot, egy olyan komplexum lenne, hogy ezzel bízunk benne, hogy ide vonzanánk a turistákat. Egyébként a községünkön keresztül megy a kék túra turista vonal, tehát már ez is jelent valamit. Elég sok turista meg szokott pihenni a faluba, biciklisek, gyalogosok nyáron. Úgy tudjuk, hogy valamikor régen ennek a területnek a birtokosa a Bertold család volt. Az adott korszakhoz képest igen komoly gépesített mezőgazdaság volt, többek között már itt alkalmazták a gőzekéket is. Úgy tudjuk, hogy cukorgyár is működött abban az időben. Ön mit tud ezekről az évekről? Hát igen, ez eredetileg Károlyi birtok volt. Ha én jól tudom, a Bertold birtok úgy lett, hogy Bertold Lipót vette feleségül az egyik Károlyi lányt, mert az én tudomásom szerint ez eredetileg egy vadászkastély volt,
aztán a lányod 18. születésnapjára építette az emeleti szárnyat hozzá Károlyi, és legutoljára Ferner György bérelte ezt a birtokot, és nagyon magas színvonalú termelés ment. Sinekkel be volt hálózva az egész birtok, nagyon nagy cukorrépa termesztés ment, meg tényleg modern eszközökkel, gőzekkel is működött. Én cukorgyárról nem tudok, gőzmalomról tudok, az meg is van itt, még a kémény is. Lehet, hogy volt cukorgyár, és azt tudom, hogy téglaégető is működött a faluba abban az időben, meg ez a gőzmalom. Több termelőszövetkezet működött itt önöknél, majd abból lett egy, amit Árpád TS-nek neveztek el. Sőt, mi több, egy nagy sertéstelep is volt. A rendszerváltás után hogyan alakult ezeknek az üzemeknek a sorsa? Igen. Való igaz, hogy több kis TS-ből alakult utána, ugye Árpádhalmán itt a központban volt a Árpád termelőszövetkezet, abba olvadt be, tudtommal, két-három kisebb termelőszövetkezet. Az Árpád termelőszövetkezet két nagy szakosított teleppel rendelkezett, egy sertésteleppel, meg egy marhateleppel. Sajnos mind a kettő tönkrement. Mind a kettőnek új tulajdonosa lett, azok, hát mondom így, hogy elég tisztességesen lerabolták az épületeket, mind a kettő üresen áll. Talán a sertéstelepen most megindult egy ilyen újjáépítési folyamat, ott, ahogy én hallottam, baromfi tenyésztést akarnak csinálni. A marha telep üresen áll, teljesen tönkre van menve a telep épületei, beáznak, tehát nincs igazából gazdája. Van egy mondás errefelé is, miszerint itt olyan jó talajok vannak, hogy csak a vetést nem szabad elfelejteni, és kiváló termést fognak elérni. A mai szélsőséges időjárás következtében elmondható ez? Hát szerintem nem. De ez régen se volt egészen igaz. Való igaz, hogy ez ilyen, hogy mondjam, ilyen szájhagyomány útján terjedt ez, de nem, szóval oda kellett figyelni mindig is a termelésre. Most, mióta ilyen szeszélyes időjárás van, meg különösen igazából lassan nem is lehet öntözés nélkül biztonságosan termelni, azon kívül a szerves trágya óriási hiány, nincsen, ugye állatállomány se igazán van. Így műtrágyával próbálunk operálni, de hát hiába abból elég nagy mennyiséget kiszórunk, akkor se érjük el azt az eredményt, mint az igazi jó istálló trágyával. Hát akkor a következő kérdésemben már picit belefolyt, hogy ma már a korszerű öntözés és korszerű agrotechnika nélkül nem lehet nyereségesen gazdálkodni. Akkor ugye mi erről a véleménye? Hát ezt maximálisan igazolni tudom. Én is most próbálok öntözésfejlesztést csinálni a kis maszek gazdaságomban. Itt a szomszéd Kft-nek van egy öntözőgépe, egy lineár öntözőrendszere. Csak ezzel lehet biztonsággal termelni, hogyha meg tudjuk oldani az öntözést. Na, de evezzünk vissza egy picit a mostani beosztásához. Miben látja Árpádhalom kitörési pontjait? Hát én egyszer ezt a turisztikai elképzelést tartanám fontosnak, hogyha azt pályázattal rendbe tudjuk tenni a kastélyt, meg a valamikori régi uradalmi csónakázó tavat, akkor én úgy érzem, hogy az már egy jó pont lenne. Hát a fiatalok sajnos elszivárognak a faluból, eljárnak dolgozni. Én még a másik, amit talán elképzelhetőnek tartok, hogy élhetőbbé, valahogy szebbé, kellemesebbé tennénk folyamatosan a községünket, akkor legalább nem költöznek el, csak eljárnak dolgozni. Talán így látnám.
És akkor a közmunkaprogram helyett valami munkahelyet, vagy munkahely tervei vannak-e itt Árpád-halmán, hogy mondjuk a fiatalok is itt találják meg a számításukat? Van egyáltalán erre lehetőség? Hát közmunkaprogram megy, közel 20 fő van közmunkán nálunk, azonban el kell, hogy mondjam, hogy sajnos senkinek nincs olyan képesítése, hogy helybe tudjuk például nagyértékű erőgépeken vagy kombányokon alkalmazni, mert igazából abból van a legnagyobb hiány itt, nem csak falun, város széli gazdaságokban is nincs utánpótlás, ez nagyon nagy probléma. Hát a faluban ilyen ipari létesítményt, ami esetleg felszívna még munkaerőt, nem igazán tudok per pillanat elképzelni, de nem is hinném, hogy lenne rá szükség, mert az a 10-20 fiatal, aki eljár dolgozni, azok ott találták meg a számításukat, én szerintem mindegyiknek szakmája van, vagy többségének, nem hinném, hogy visszajönne, ők hazajárnak. Akik meg itt vannak, ők sajnos nem rendelkeznek olyan szakmákkal, hogy komolyabb munkáján elhelyezkedjenek. Itt vannak nálunk közmunkán egyelőre. Akkor mint agrárvállalkozó ugye azért látja és el is mondta, hogy szakember hiány van. Nagyon nagy. Mint a falu első embere, hogyan lehetne ezen a problémán enyhíteni, vagy változtatni, vagy lehet-e valamit tenni az önkormányzatnak ez ellen? Hát szerintem az önkormányzat nem sokat tud tenni, legfeljebb javaslatot juttat el a kormány fele, hogy olyan iskolákat kellene beindítani, vagy hát tudtam, már részben be is van egy-két olyan mezőgazdasági jellegű iskola, ahol újra képeznének fiatal szakembereket, mert olyan nagy értékű, meg olyan elektronikával felszerelt gépek vannak, hogy tehát akárkit nem lehet ráültetni egy gépre, tehát iskolázott embereket kell találnunk, az pedig jelen pillanatban szinte kizár dolog. Tehát újra indítani kéne olyan iskolákat, hogy elég szakember legyen a mezőgazdaságban. Az ön előtt álló 5 éves ciklusban milyen fejlesztéseket tervezít Árpád-halmán? Hát kérem szépen, be van egy jó pár pályázat adva. Az elődöm idejében be lett adva. Reméljük, hogy azokból egy pár realizálódik. Minden esetre mi első számú feladatnak tekintjük, hogy a középületeket rendbe tegyük, felújítsuk a polgármesteri hivatalt, hát enyhén szóval nem csak felújítani kell, hanem a környékét is rendbe tenni, mert hát ennél azért sokkal rendezettebb, szebb polgármesteri hivatalok vannak a környékben. De hát majd meglátjuk anyagilag, mit engedhetünk meg magunknak, meg pályázattal mit tudunk majd elérni. Anyagi forrása honnan van az önkormányzatnak? Hát ugye vannak a helyi adók, kapunk némi felsőbb támogatást, igazából egy-két nagyobb ilyen adóbefizető van, meg hát megvan a községnek, vagy a önkormányzatnak az éves gazdálkodási kerete, sajnos nem túl nagy összeg, úgyhogy most meg, hogy nézegetjük itt a elődeink papírjait, egyre nagyobb tartozások derülnek ki, úgyhogy nem igazán tudjuk, hogy fogunk boldogulni. Én számszagilag ki sem merem mondani, hogy per pillanat hol tartunk hogy az adósságokkal, amihez nyúlunk mindenütt, kifizetetlen számlákat találunk. Hát akkor azt gondolom, hogy nem lesz könnyű a jövő. Hát nem. Én mindenhez kívánok önnek, önöknek kitartást, türelmet és nagyon jó egészséget. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.